Kett vagyok. Ebben a vidiben most kettő K-pop zenére fogok reagálni. Ez a kettő most lassúbb és ilyen szomorú romantikus dal lesz. Az első a Vix-től az Error. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a fiúnak meghal a barátnője, és robotot csinál belőle. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele, és nézzük a klippet. Na, itt már látható sok robot. Úgyhogy a fiú az ilyen helyen melózhat. Az elmaradhatatlan közös tánc. Igen, nagyon szerelmes. Mi bemutatja, hogy közös emlékeket a lányjal. Igen, a lány kórházban van. Kiért tudja, hogy nagy baj van, és a lány meghal. És tulajdonképpen ekkor dönti el, hogy robotot csinál a lányból, mert vissza akarja kapni, hisz annyira szereti. Ez nagyon romantikus. Igen, hát csak ugye a robot az robot. Nincs neki emlékei. Na jó, meg van csinálva a klip. Szépen összevettem is a lányt, most már csak az emlékekkel élnek, amit és meg is tett. És mindjárt kiderül, sikerült-e? És beugrottak. Na ez azért tett volna szerintem. Igen, csak gondolom, ezt ő nem tette volna meg, mert ezek a fickók nem engedik, hogy emléke legyen a robotnak, ki akarják törölni. Mert illegális. És ezt a fiú nem engedheti, úgyhogy most szökés jön. És most, hát ez nem semmi magas hangot énekel ki, ez szuper király.
Úgyhogy csak a menekülés maradt, mert robotnak nem lehetnek emlékei. Nagyon szép tiszta hangjuk van. Tulajdonképpen most befeküdtek. Most szétszerelik őket, tehát érdekes. Egymásra néznek. És lett egy közös robotfiú. Na ez jó kérdés. Én ezt veszem ki belőle, mert most nincsenek ott. Nos, a második lesz az Emblektől a This is War. Ez tulajdonképpen, úgy tudom, egy szerelmi háromszögről fog szólni, úgyhogy szerintem nézzük is. Most kezdődik, el fogja mondani a történetet. Miért pont ő? Tulajdonképpen szerintem ezek két barát lehetett. És ugye én nem, a lányon vesznek össze. Jól táncolnak. Lányt meglövik. Nem a lányt akarták, csak őt találták el. Igen, és akkor most a haverjához elhozza a barátnőt, hogy segítsen. Igen, valószínűleg túl sokat vannak együtt így, hogy ápolja, és hát szerelem szövődik. Gyakorol. Vajon miért a második üveget találja el? Tulajdonképpen a lány annyira nem is szerethette, hogyha a másik után kezd érezni valamit. Én úgy gondolom. Na, már elég jól van. És ugye eltelt egy kis idő. Na, hát csak úszi. Valami elkezdődött. Hoppá! Megjött a barát.
Hát van itt a barátságnak vége. És láthatóan a lány a másik fiú mellé áll. És előkerül a fegyver. Na most kiderül, hogy mit gyakorolt a srác. Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy az üveg volt ők. Kett szimbolizálta, hogy kikerülje, és a golyó saját magát lőtte le. Tehát elfogadja, hogy a lány másba lett szerelmes, de ő így tovább nem akar élni. Tehát ez nagyon szomorú. Másfelől. Hát hagyja őket, ilyenek boldogan, belátta, hogy a lány már nem őt szereti, és inkább ő halt meg. Ez a vidi ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatimra. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban. Ha szeretnétek több ilyen vidiket látni, nézni, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy kikről. Én szívesen teljesítem. Én Kett voltam. Sziasztok!